Sziasztok! Ma egy XT ide vezérlőt szeretném megmutatni nektek. Hogy ez pontosan mire szolgál, azt a neve jól megmutatja. Ide merevlemezeket lehet rákötni az XT-re, illetve merevlemezek mellett még CF kártyát is használhatunk. Én is CF kártyával hajtom végre teszteket. Eredetileg MFM vinyókat használtunk az XT-kben, ugye ezeknek 8 bites illesztőkártyája volt. Az ide vinyóknak viszont már eleve az interfésze 16 bites, ezért a 8 bites ISA buszra illeszteni őket nem annyira egyszerű. Pontosabban egyszerű, csak ezt akkoriban nem valósították meg. Hogy miért? Ez egy jó kérdés, talán azért, mert az XT-k addigra kimentek a divatból, elavultá váltak, mire bejöttek az ide merevlemezek. Ameddig elindul a gép, addig el is mondanám, hogy ez egy 386SX40. Ez azért jó, mert több BIOS verziót is ki tudok vele próbálni. A több BIOS verzió itt azt jelenti, hogy ugyanazt a forráskódot lefordították XT-re, valamint AT-re is, tehát máshoz utasításkészlet, valamint van egy köztes, ami XTP-re hallgat, ez egy pluszos BIOS, az NEC V20-as CPU-vel lehet használni, ez egy olyan 8088-al lábkompatibilis proci, ami a 80-180-as utasításkészletét is támogatja, legalábbis részben, de elvileg ettől gyorsabb lesz az interfész. Hogy mennyivel, ezt is meg fogom mérni, de először nézzük azt, hogy hogyan lehet ezeket a EEPROM fájlokat, bináris fájlokat beégetni az EEPROM-ba. Az első lépés, hogy elindítom az ehhez szükséges konfiguráló programot, majd ezután betöltöm a megfelelő bináris fájlt. Ennek a mérete 8 kilobájt. Ugyanis a kártyában egy 2864-es EEPROM-ot használtam, ami 8 kilobájtos. Ez ennyire egyszerű. Ahogy láthatjátok, három darab bináris fájl közül választhatok. Az első az ide AT, a második az XT, valamint az itt van a pluszos XT bin is. Az internetről letölthető többfajta is, tehát 12 kilobájtos verzió is. Én itt most csak ezzel a hárommal fogok foglalkozni. Tehát töltsük be először az XT-t. Meg is kaptuk az üzenetet, hogy betöltötte a memóriába. A következő lépés, hogy konfigurálni kell. Ha van egy működő kártyánk, akkor ez nagyon egyszerű, ugyanis be lehet tölteni a beállításokat az EEPROM-ból. Tehát, load all settings from EEPROM, és most megnézhetjük, hogy milyen konfigurációnk van. Egy elsődleges és egy másodlagos kontrollert tudunk így most használni. Én csak az elsődlegest használom, tehát csak ezt fogom megmutatni, hogy milyen beállításokkal rendelkezik. Egyértelműen a secondary-nél is ugyanezeket lehet beállítani. Jó. Master és slave drive, ugyanúgy, mint bármelyik másik ide interfésznél, valamint egy device type. Ilyen esetben a device type-nak itt egy REV2-esnek kellene lennie, ugyanis REV2-es kártyát használunk. A device-szal kapcsolatos másik beállítás az az alapcím, valamint a control block address. Ezeket a DIP kapcsolókkal lehet beállítani, ehhez a leírást szintén megtaláltok a blogomban. Elég legyen most itt annyi, hogy én ezt 300 hexára és 308 hexára állítottam az ajánlás szerint. Tehát ez az alapbeállítás. Most pedig nézzük, hogy a master és a slave drive-nál mit lehet beállítani. Csak a master mutatom meg, mert a slave ugyan azokkal a beállítási lehetőségekkel rendelkezik, mint a master. Be lehet állítani a block mode transfert. Ettől egyértelműen gyorsabb lesz, tehát ezt yes-en hagyom. Be lehet állítani a CH translation metódot. Én ezt autóra állítottam, gyakorlatilag így automatikusan fölismeri a merevlemezt, vagy CF kártyát esetünkben, és így nem kell semmit sem csinálnom. Teszteltem 4 GB-os kártyával, nagyon szépen működik. Tehát nincsen az 540 MB-os korlát, ami a régi BIOS-oknál volt. Az Internal Write Cache-t a leírás szerint érdemes kikapcsolni. Én hallgatok a leírásra, ez ugye késletetett írással okozhat gondot, ha elmegy az áram. Igazából nem nyerünk annyit vele, mint amennyire össze tudja kuszálni a fájrendszert, főként a Windows 95 használnánk, mondjuk ez XT-nél nem jellemző, tehát akár bekapcsolva is hagyhatnám, de én hallgatok a leírásra. Valamint természetesen van lehetőség arra, hogy beállítsuk manuálisan a CH-s értékeket, hogy ez mit akar. Ez azt akarja, hogy beállíthatnám manuálisan a cilinderek, a fejek és a sector per track számát, de ahogy mondtam, én ezt autón hagytam, vissza se állítom Nóra, tehát autón is fogja fölismerni. Ugyanígy User Specified LBA-t sem használok, mindent meghagyok a kártyának, a
Nekem jó tapasztalataim vannak ezzel. Ha valami régebbi ide vinyót használnék, abban esetben lehet szükség ennek a beállítására. Jó. És visszalépve a menüben, még amit be lehet állítani, hogy honnan bootolhat, és hogy milyen display, vagy milyen megjelenítéssel induljon. Ami még érdekes lehet, hogy soros porton keresztül rá lehetnek kötni külső meghajtót. Ez egy merev lemez szimulálna, és ezt tudnánk kezelni. Ez jó pofa. Bevallom őszintén, egyszer próbáltam, lassú, és nekem jobban bevált sokkal egy laplink kábellel Norton Commanderen keresztül áttölteni információt. De ennél még gyorsabb, ha magára a CF kártyára írok direktben. Innen kilépve, akkor már csak egy dolog van, hogy megnézzük, hogy milyen operatív módokat használunk. Én nem ragaszkodom a full operatív módhoz, és csak két ide kontrollert használok, és a power managementet is kikapcsoltam. Ezeket tökéletesen működik a kártya arra, amire nekem kell. Ami még hátra van, hogy be kell égetni, tehát be kell flashelni az EEPROM-ot. A felhasznált Atmel chipbe könnyedén be lehet égetni, egyetlen egy dolog van, amire oda kell figyelni, az SPD kommandot ki kell kapcsolni, tehát none, és akkor égessük be. Ez most nem működik, és azért nem működik, mert elfelejtettem levenni róla az írásvédelmet. Tehát, ez is fontos, ki kell kapcsolni az írásvédelmet. Mindjárt visszatérek, csak kikapcsolom az írásvédelmet. Tehát kikapcsoltam az írásvédelmet. Most viszont működnie kell. Start flashing. Szuper, sikerült felflashelni. Reboot után megnézem, hogy milyen teljesítményre képes a kártya. Oké, szóval rebootol a gép. Mindjárt meglátjuk, hogy fölismeri a CF kártyát. És voilà, ott a CF kártya, bootol is, jó gyorsan. És az AutoExec-be rakott check-it segít abban, hogy a tesztet gyorsabban le tudjon futtatni. Benchmark, hard drive, és 268 kilobyte per szekundum. Ez nem gyors, de legalább lassú. Mármint, hogy XT-hez ez elég gyors, azért egy 386-os, az már egy 386 SX40-hoz, hogy egész pontos legyek, az már nem olyan túl gyors. A seek time-ja az nagyon jó, de lesz ez még ennél jobb is. Nézzük meg másik tesztprogrammal. Hát a Core Disk teszt is ugyanezt hozta, olyan 260 kilobyte per szekundum. Jó. Próbáljuk ki azt, hogy hát ha sikerül ennél kicsikét többet kihozni. Most már a flashelést azt a CF-ről végzem. Ugye megvan a floppy, amiről tudnám flashelni, ha valami probléma van. Valamint én már ezt legalább 3 vagy 4-szer eljátszottam, tehát elég biztosra megyek. Ahogy láthatjátok, itt 12 kilobájtos fájlok is vannak. Akkor töltsük be az XT pluszost. Betöltöm a beállításokat. Flashelek egyet. Csak előtte kikapcsolom az SPD-t. Kész reboot. És jöhet a teszt. Ez az eredmény már sokkal barátibb. 528,4 kilobyte per szekundum, ez nagyjából a duplája az előzőnek. Tehát ennyit számít, hogyha a V20-as procival használnánk. Még megnézem az AT-s BIOS-szal is. Ott már, hogy őszinte legyek, sokra nem fogok számítani. Még a Core Disk is lefut. Az is 500 kilobyte per szek fölött eredményt hozott. És töltsük be most az AT-sat. És az előző teszt 521 kilobyte per szekundumhoz képest itt 543-at ér el, 544 felfelé kerekítve. Itt már minimális az eltérés. Ugye 40 MHz-es 360 SX-nél. Ennél gyorsabb gépben nagyon nem is raknám ezt a kártyát. Maximum azért, mert kezel az LBS vinyókat. De az LBS-t azt így Pentium-tól fölfelé már nyugodtan fogja minden kezelni.
De már a 486-os alaplapoknál is az elvárás szerintem. Nem is a jobbaknál. Jó, még nézzük meg a core disk tesztet. 526. Nagyszerű. Tehát ez egy nagyon szuper kis kártya. Megy XT-ben, megy AT-ben, megy V20-as NEC processzorral. XT-ben is elég gyors. CF kártyával le lehet használni mervelemezzel is. Gyors elvesz, mint bármelyik MFM vinyó. A CF kártya az könnyedén átrakható bármilyen Windows-os vagy Linux-os gépbe. Tehát programot is könnyű átvinni. MS-DOS 5-tel próbáltam. 2 terabájtos diszket kezeli. Esetleg még egy dolgot lehet megemlíteni. Magának kártyán található egy kompatibilitási üzemmód. Kipróbálom még úgy is a teljesítményét. Akkor kompatibilitási üzemmódban most szépen át fogom állítani a primary controllert R1-re. Tehát ez most egy Rev1-es kártyának fog látszódni. Tehát már csak a flash-el is következik. Kiírta. Most annyi teendőm van még, hogy itt a reboot során visszajumperelem R1-es kártyára. Oké, rendben, fölismerte. És akkor lássuk, hogy mit mond a teszt. Azt mondja, hogy hard disk test. Így már csak 159,4 kB per szekundum. Tehát ugye 230 körül volt talán a V2-es XT-s beállítás. Én azt merem ajánlani nagy részt mindenkinek. Ha mégsem működne, akkor át lehet flash-elni. Nem egy nagy kaland, ahogy láthattátok. A felhasznált programokat és fájlokat lehet tölteni a Google-ból. Erre egy linket találhattok a blogomban, valamint egy zip fájlba is föltöltöm a legfontosabb dolgokat, amik ez a kártyához kellenek. Az ördög nem alszik, az a biztos, hogyha megvan egy helyen nálam is a többi leírás mellett. Remélem hasznosnak találjátok ezt a kis videót, valamint a blogbejegyzést is. Legközebb szerintem valami Amigával, méghozzá egy harapóssal, egy Vampire-rel fogok visszatérni. Addig is mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!